János evangéliuma második részének 23-tól 25-ig terjedő verseit olvasom. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte minnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárkit tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Testvéreim, Jézus Jeruzsálemben sok jelet tett az ünnepen. Úgy, ahogy egész életében a messiási jelek kísérték Jézus szolgálatát, és sokak számára, elsőrenden a tanítványok, de mások számára is hitet eredményeztek ezek a jelek és a tanítás, amit Jézus elmondott. De különös az a mondat, amit itt olvasunk, hogy nem bízta magát az emberre, jól lehet, ezek lelkesedtek érte, meg sokan figyelmesen hallgatták, mert tudta, hogy mi lakik az emberben. És itt ez a jézusi mondat, ez arról beszél, amit hirdetünk is, hogy bizony az ember önmagában elveszett lény, nincs a helyén. Olyan különös volt, talán említettem is a videókban, de nem baj, ha halljuk újra, amikor jöttem ki egy evangelizáció este után az ajtóhoz, és kezet fogtunk, jött egy középkorú férfi, aki úgy rám kacsintva, kicsit évődve azt mondta, hogy lelkész úr, azért vallja be, hogy egy kicsit maga is bűnös. Mondom, egy kicsit? Hát én totál káros vagyok. Akkor nagyot nézett. Mondom, a fejem búbjától a lábom ujjáig minden sejtem veszett. Elveszett ember vagyok. Bennem van az a romlottság, amit a bűneset óta mindnyájan örökölünk és örökítünk. És mondtam, hogy ebből van, aki gyógyít bennünket, aki kezel. A názáreti Jézus, akiről hangzik az ige hirdetésünk, nem úgy, hogy onnan kezdve én már nem vagyok bűnös ember, hanem úgy, hogy megváltott, bűnbocsánatot nyert, bűnös ember vagyok, akinek Jézusban van új lehetősége, nélküle ugyanaz az elveszett állapot, uralkodik rajtam is. De milyen jó, hogy nekünk van lehetőségünk Jézus Krisztusban egy új erőtérbe kerülni. Majd halljuk a következő fejezet igéiben. De hadd mondjam, hogy egyik hétvégére hívtak szolgálniat a Hídűrőbe, egy gyülekezet volt ott, és a felnőttek között volt egy olyan 10 év körüli kisfiú, vagy nagyobb fiú is, és az ige szolgálat közben, amikor ezekről a dolgokról szó volt, megszólítottam őt. Nagy fiú, voltál már irigy? Megepődött nagyon, de bólogatott. Hazudtál már? Bólogatott. És veszekedtél? Bólogatott. Hagytam, nem akartam én földbe döngölni őt, de azt mondtam, hogy látjátok, testvéreim, ez a derék fiú, aki itt van veletek, és csendben hallgatja a felnőttekkel együtt az ige hirdetés. Bevallja. De akármelyik ötöknek mondhattam volna bármelyiket, sőt, még vagy 200-at mondhatok. És ha őszinték vagytok, akkor bólogattok. Mert bizony ez van az emberben. Mi önmagunktól minden sejtünkben
ezt a veszettséget, ezt az elveszettséget, ezt a megromlott természetet hordozzuk. A mi ige hirdetésünk nem az, hogy Jézus bennünket angyalokká tesz, hanem az, hogy Jézus által mi egy új vonalra kapcsolhatunk rá. Egy új élet kezdődhet bennünk. Az óemberünk nem változik halálig. Az ugyanúgy tud veszekedni, hogyha kikapcsolódunk Jézusból, ugyanúgy tud hazudni, ugyanúgy sumákol. Ne is az óemberünkkel hadakozzunk, hanem Jézushoz meneküljünk, és töltekezzünk az igéivel, erőivel, hogy ez az új élet érvényesüljön rajtunk. És a hit szép harca is erről szól. De majd ezekről lesz szó most itt a következő versekben. Most csak annyit, hogy Jézus tökéletesen tisztában volt, hogy kik közé érkezett. Hogy mi elveszett emberek vagyunk, akiknek megváltásra van szükségük. Ennél kevesebb nem elég. Hiába mondaná, hogy azért szedjük össze magunkat, igyekezzünk. Sokan így tekintik a hit életet is, hogy hát igyekezzünk, igyekezzünk. Lehet, és lehet is 50 méterről följönni 40-re, 30-ra a víz alól. De a mi örömüzenetünk az, hogy az elveszett embert, a megoldatlanságában vergődő embert váltotta meg a megváltás.